Na, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok, ez itt egy galambos videó lesz. Már ezer évben nem volt. És már gondolt az eszem, hogy csináljunk egyet. És megint kiengedős videó lesz. Most kivételesen nem tettem le a telefont, és itt a kezemben van. Hát most elkezdett a tavasz. Ők már tojáson ülnek, már lent már csipasz van. Itt vannak a brigádok. Kicsit sokan vagyunk itt, de nem baj. Tegnap ki lettek takarítva a 100 km-es szél ellenére. Hát innen már az oda beköltözött, ő Csucsuka egyébként. Mindjárt meglátjuk a testvérem, most nincs. Most alattam van egyébként. Ezért, és ők új kutyák. Új kutya. Tőleg. Erre mutatom. Mutatom Emilit. Ő Emili. Ő meg a ez a sírja, annyi történt, a sajnálatos sírja, hogy itt a gyomrasz. Nem lehetett már segíteni ezzel, mert kevés időnk volt rá. Kevés idő volt, hogy még ezt meg tudjuk úszni, de sajnos elment. Sajnálatos körülmények között. 14 évet bírt nálunk, szóval igen. Szóval most ők vannak, most ő a két kedvenc kutyánk. Na, most pici Emili. Na, jöjjtek! Patika meghújult. Na, jöttek, pulyka. Ó, oké. Azt meg jó, hogy észrevettem. Na, tegnap nem raktam le a tárgyát. Nyugi, pulyka, és levestőkelik. Itt vannak a csajok. Most ők a tojással. Ők udvarolnak. Kis a kóka. És itt a párja van itt. Engedett a kóka, köszönöm. Na, most jöttünk le. Na, itt Emili. Mit szeretné ez? Szia, au. Szia, Csucsuka. Na, bocsi, csak a Emili meg van hűlőve. Játékos hangulatában van. Csucsuka süket egyébként. Csak jel kommunikációval tudunk szólni neki. Emili az teljes egészséges. Boxereknél ez jellemző, hogy az egyikük süket lesz, süketten születik. De sajnáltuk, hogy ott, amikor elviszik a testvérét Edét. Vagy ugyanilyen volt kb. A Csucsu. Csak egyedül ott maradt volna az eredeti gazdájának. Döntöttük, hogy ide, őt is elhozzuk Emili mellé. Ja, és épp ezt ölik egymást, hogy ölni akarják meg egymást megint. Akarják egymást. Igen. És itt van Attiláék. Na, letolt a Stefi mám a tojását. Előtte itt letolta a tojását, csak nem kelt ki, hanem összetörte. Valamiért megint olyan kedvében volt. Megjöttek a
a hazárdos brigádok. Jó. Emberi játszik velük. Nem kell parázni, csak akkor kell parázni, amikor a kutya szájában van a galambaszfá. Döglött állapotban van. Jó, megint félnek ezek szerint. Jó, rendben vagyunk. Szia, Emily. Na. Itt is vannak csipaszok. Ja, csak megmutatom. Ja, kiengedem őket. Itt az egyik. Jameszek a csipasszom, a párját az elütötte az autó, most új párja van. Most sárisnek most nem verte a csipasz. Sárkányéknak az egy csipasszal, de kettő volt itt. Ő meg a kedves Emily, hogy hol vagy. Itt van. Csucsúval egy kicsit játékos volt, kinyírták. És itt vannak a kecskéknek a két feketéje. Ők is tegnap lettek takarítva, van fönt is, meg Attilájt is ki vannak takarítva, nem tudom, láttátok közben. Igen, hát szóval most ennyi a helyzet. Egy kézzel nem egyszerű lesz kinyitni, de mindjárt megoldjuk, jó? Gyerekek! Így. Tegnap milyen jó idő, most megint kell sűrni. Aholnap is ugye ez a helyzet, holnap megsűrsz, két napig az utána megint fagyni fogsz. Ja, kutyáktól félnek most, istenség. De nem baj, hozzá ezt lehet szokni. Majd előbb-utóbb hozzá lesznek szokva. Emily! De egy szíves, ne rosszálkodjál, jó? Na már rosszálkodik már megint. Ha figyeld. Aha, ezt csinálja ez a hülye kutya. De nem baj, de hogy kölyök kutya, de hozzá lettem, majd hozzá lesz szoktatva majd. Igaz? Hozzá lesz szoktatva, most játékos kedvében van, most azért csinálja. Nem kell parázni, igaz? Oj, te! Kérlek, kevésként. Már nagyot nőtt, sokat változott. Jött a kicsinál hosszuk. Szóval most az állom egy változatlan. Azért mondom, hogy voltak olyan galambok, amiket elütött az autó két-három alkalomkor. Nem most az a puszt. Hát az már nincs el köztünk, azok már az autó áldozatai lettek, vagy a ragadozó. Vagy például Emily áldozatává váltak, akire az egy csipasz, de utána meg tudtok orvosolni, hál' Istennek, de figyelünk rá. Hát most, de már két napja vannak itt rendesen, a többi napon, amikor most bírta megtörtént ez Emily is eset. Most így csak egy keveset szoktak itt lenni, akkor elmegyek dolgozni, akkor becsukva, csukva. Főleg ők, mert csipasszuk van, és azokat etetni kell. Fönt meg a ragadozó miatt féltem őket, inkább maradjon meg nekik, hogy itt hullajanak már megint. Jó időnk van, mert csak hideg van sajnos, de most nincsen hál' Istenre, ez egy nagy szél, mint tegnap volt. Szóval ez a helyzet, neki el van saját magának, a nyulak is, ővelünk is fogunk majd vágni, de nem tudom mikor, de lesz vágás. Legalaboknál még nem tudom mikor lesz. És én most kell neki az idei csipaszok, majd abból fogok válogatni. Az öregekből nem fogok válogatni, mert mit kérdem három óráig főzni a galambot. Igen.
A sárkányék úgy pároztattak, hogy majdnem mindenki elszállt kávé. Még valaki más is pároztatott. Szerintem, de nem, hál' Istennek. Most mindenki száldogál egy kicsit. Mindenki el van magának. Ennyi lett volna a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok föl. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!